Bár a nyári szünetből még hátra van bő két hét, az NKK 5-ös 14 éves kosarasai számára már részben véget ért a vakáció. Miközben akik tehetik, a vízpartra menekülnek a kánikulában, a nyíregyházi srácok a Vecsik torna termében izzadnak. A csapat edzője, Szavics Bráne, a felkészülés kezdetén szerette volna megmutatni a fiataloknak, hogyan épül fel egy profi csapat napja a bajnokság előtti időszakban. A múlt hét voltunk már edzőtábor a Miskolcon, ott volt U16 és U14 csapat, és ezt szeretem mondani, hogy nagyon sikerült ez a tábor, mert én és kollégá Tamás, Ferenci Tamás, mi akartunk mutatni a gyerekek, hogy működik egy profi csapat, mert én voltam játékos, ő volt edző, és napi két edzés volt, pihenés, utána ebéd után regeneráció, ott is volt atlétika, minden, ami egy profi csapat edz egész szezon, mi most múlt hét csinálunk ott edzotábor, és gyerekek nagyon jó voltatok, jó munka volt, erős volt. Az NKK 5-ös U14-es csapata az elmúlt szezonban megnyerte a regionális bajnokok tornáját, a mostani együttesben azonban már kevesen vannak abból a gárdából. Az edző szerint fontos, hogy a játékosok nem csak a pályán, hanem azon kívül is fejlődjenek. Teljesen más csapat van, már azok egy pár játékos. Ez, amit csináltuk múlt szezon, ez extra eredmény volt, ez a kis egyesület, ami nálunk van, egy iskolás, majdnem egyesület. Pedig én mindig mondtam, hogy nálunk nincs ez az eredménynyomás, abszolút, mert amit mondtam, egy iskolás csapat vagyunk, és mi csak szeretünk tanulni gyerekek, kosarlabdázni, tanulni, hogy kell viselkedni, hogy kell egy csapatember lenni, és úgyis senki nem lesz utána a profi csapat, és csak jó, profi játékos, és csak jól lesz neki. És legyen sport, mozgás, hogy nem gyerekek otthon maradt, és csak videójáték, és ami mai világon most divatos. Az NKK 5-ös U14-es csapata a regionális bajnokok tornáján aratott győzelemnek köszönhetően régiós kiemeltként vág majd neki a bajnokságnak, ahol az őszi szerepléssel vívhatja ki a főtáblára kerülést. Ennek a korosztálynak nem lesz hazai tornája, Szavics Bráne csapata edzőmeccsekkel készül majd fel a szezonra.